És most mi lesz? Jó napot mindenkinek! Szia, Peppa! Megkaptad a levelet a partimról? Igen, és már válaszoltam is rá. Nagyon jó! Teringettét, milyen sok levél van ma? És ez itt az enyém, és nagyon-nagyon fontos. Nekem küldted, felbonthatom most? A te leveled, Zoé, de mielőtt kibontod, muszáj kézbesíteni, úgy szabályszerű. És mivel ma sok levél van, jobb, ha rögtön hozzákezdek. Zsoli és én is jöhetünk. Persze, pattanjatok be. Sziasztok! Peppa és Zsoli segítenek a postát kézbesíteni. Ez Zoé zebráék háza. Ennek a levélnek a címzettje Zoé zebra kisasszony. Zoé zebra kisasszony. Zoé zebra. Zoé zebra. Zoé zebra. Ha-ha, az összes Zoénak jött. Az az én levelem. Bedobhatom. Természetesen. Peppa szeret levelet bedobni. Mama, nézd! Ez a sok levél mind nekem jött. Ó, ez csodás! Elolvasnád őket, mama? Kedves Zoé, szeretnék elmenni a partidra, Benny kutya. Suzy bárány is eljön a partidra. És Rebecca, Pedro, Emily, Candy, minden jönnek hozzánk. Ez a levél pedig tőlem jött. Az van benne, hogy eljövünk a partidra. Sok-sok puszi Peppa és Zsoli. Mindenki megjött Zoé partijára. Boldog születésnapot, Zoé! Mennyi ajándék! Én tudom, Zsoli, hogy tud buborékot fújni. Mást a pálcikát a keverékbe, aztán emelt fel, és lengest. Buborék! A futsz úgy még jobb. Várj meg! Zsoli élvezi a buborék fújást. Peppa pedig a kipukkasztásukat. Imádom a buborékokat. Ó, jaj, elfogyott a keverék. Papa! Mama! Elfogyott a keverék. Ne aggódj, Peppa. Van egy ötletem. Mama, hozz egy vödröt, légy szíves. Már is, papa. Peppa, te hozz szappant. Már is, papa. Zsoli, te a régi teniszütőmet. Vödör, szappan, teniszütő. Mit csinál, papa malac? Először kell egy kis víz. Aztán szappan. Most pedig kérem a teniszütőt. Köszönöm. És most ezt nézzétek. Papa malac buborékfújó keveréket készített. És most gyertek! Vigyázz, papa malac, nehogy eles! Nem lesz bajom! Mindenkinek van saját akasztója. Ez a tiéd, Emily. Emily a saját fogasára akasztja fel a kabátját. És most, Emily, mit szeretnél csinálni? Festeni, gyurmázni, vagy építőzni? Nem is tudom. Talán építőkockázni. És a többiek? Festeni, gyurmázni, vagy építőzni? Építőkockázni! Nézzenek oda! Ma népszerűek az építőkockák. Mindenki Emily mellé akar ülni. Emily, rakd az egyik kockát a másikra. Így. Jobb, ha egymás mellé pakolod őket. Ne, így csináld, Emily. Miau. Így kell csinálni, Emily. Ne, Emily, így kell. Mind segítőkészek vagytok. De Emily, te hogy szeretnél játszani? Nem is tudom.
Talán így. Emily elefánt ügyesen épít. Jöhet a játék. Hurrá! Emily, van kedved kint játszani a többiekkel? Igen, van. Megmutatja neki valaki, hogy hol játszunk? Igen, Gazella néni. A szünetben Peppa és barátai a kertben játszanak. Nem tudsz elkapni! Wow. Nagy zaj csapnak. Próbáljuk ki, hogy ki a leghangosabb. Jó, én kezdem. Ez jó hangos volt. A következő Zoé zebra. Zsulival szeretnénk csigásat játszani. Legyenek a kosarak a házaitok. Tessék, most már úgy néztek ki, mint két csiga. Most megeszem, nagypapi, összes érett salátáját. Hagyjátok még én a salátáimat, haszontalan csigabinyát. És amikor nagypapi rám kiabál, bebújok a házamba. Megjöttek Peppa barátai. Jó napot, nagypapi! Szia, Suzi! Azért jöttél, hogy Peppával és Zsolival játsz? Igen. Sajnos nem tudom, hol vannak. Csak én vagyok itt, meg ez a két kis csiga. Huncut csigák vagyunk, huncut csigák vagyunk. Meglepetés! Azt játszottuk, hogy csigák vagyunk. Lehetünk mi is csigák. Sajnos nincs elég kosár mindannyiótok számára. De lehettek valami más, ami szintén a kertben található. Répa? Rebeka nyuszi szereti a répát. Nem Rebeka, nem répa. Gyertek ide. Mi ez az ümmögés? Abból a kis házból jön. Nagypapi, miért bugoljon furcsa hangon az a takaros kis babaház? Az nem babaház, Peppa, hanem a méhek háza. Úgy hívják Mékas. Nézzétek, itt van egy. Fogok egy bélyegzőt, és lepecsételem őket. Nyúl bácsinak remek munkája van. Lepecsételhetek valamit? Természetesen, keresek neked egy papír. Itt van papír. Talán inkább egy üres lapot adok. Tessék. Ma élvezi a pecsételést. Nekem tetszik Nyúl bácsi munkája. Menjünk tovább. A következő Cica néni asztala. Szia, Peppa és Zsoli! Jó napot! Az én dolgom alakzatokat rajzolni a kompjúteren. Ó! Aztán ki is nyomtatom az alakzatokat. Itt van még egy másolat. Köszönöm! Cica néninek is nagyszerű a munkája. Én is megpróbálhatom. Hát szerintem most Zsoli jön. Igaz, Zsoli. Most te dolgozhatsz. Zsoli kék háromszögeket rajzolt. Most kinyomtatom őket. Nekem tetszik Cica mama munkája is. Megmutassam az én asztalomat? Igen, kérlek. Ez papa malac asztala. Az én munkám igen bonyolult. Felírom ezeket a számokat, behelyettesítem őket, és mindenféle műveleteket végzek velük. Papa malac munkája nagyon fontos. Te is használsz bélyegzőt? Nem. Te is használsz kompjútert? Nem. Színes tollat viszont igen. Mindenki remekül érzi magát. Azt hiszem, itt az ideje, hogy szundikáljak egy kicsikét.
Nagymami és a gyerekek nagy homokvárat építenek. Sok homokra van szükségük. Vödörrel készítenek bástyákat. A vár nagyon szép lett. Hurrá! Ideje hazaindulni. Ó, hová tűnt a hajó? Nézd, Nagyi! Ó, jaj, nagypapi elaludt, és a hajó elsodródik. Fel kell ébresztenünk nagypapit, kiabáljunk hangosan! Nagypapi! Ébredj! Jaj, nagypapi még mindig alszik. Túl messze van, hogy meghalljon minket. Itt rekedtünk a kalózok szigetén. Hajótöröttek vagyunk. Talán 100 évre is itt rekedtünk. Ezen túl gyümölcsöt és magvakat kell lennünk. Na meg rovarokat, csigákat, csúszómászókat. Fúj! Megjöttek a szülők a gyerekekért. Hol vagyok? Jó napot! Jó napot mindenkinek! Jól éreztétek magatokat? Igen, de az a helyzet, hogy valamit ott felejtettem a szigeten. Rögtön jövök! Nézzétek! Ott van nagypapi! Megmenekültünk! Hurrá! Beszállás mindenkinek! Na hát, nagypapi malac, azt hittük, itt hagytál minket. Kérlek, ne haragudj, nagymami! Ígérem, legközelebb nem fogok elaludni. Ó, Zsoli, hol a sapkád? Haci! Zsoli megfázott. Haci! Ó, szegény Zsoli, lehet, hogy megbetegedtél. Ne aggódj, kihívom medvedokit. Itt medvedoktor beszél. Értem. Dugják ágyba, és nem sokára ott leszek. Köszönöm, medvedoki. Viszlát! Zsoli kórházba kerül, és ott majd kap gyógyszert. Nem, csak ágyban kell maradnia. Ó, tehát akkor Zsoli igazából nem is beteg. Hüci! Fúj, ez gusztustalan! Ó, szegény Zsoli, le is fektetlek. Zsoli, neked most ágyban kell maradnod. Nem! Zsoli nem akar ágyban maradni. Zsoli, nem jöhetsz ki, amíg jobban nem leszel. Miért? Azért, mert melegen kell lenned. Miért? Hát... mert medvedoki azt mondta. Jó napot! Hol van a betegem? Ha? Nyisd ki a szád, és mondd, hogy áááá. Zsoli egy kicsit fél. Peppa, te nagy vagy és ügyes. Megmutatnád neki, hogy kell azt mondani, hogy áááá. Hogyne? Zsoli megfázott. Szüksége lesz gyógyszerre? Nem, de este igyon egy kis langyos tejet, ami segít elaludni. Köszönjük, medvedoki. Szívesen, viszlát! Értek a térképolvasáshoz? Ó, ez a térkép egy kicsit bonyolult. Menjünk feljebb? Igen. Feljebb, feljebb! A hőlégballon nagyon magasan száll. Ó, hová lett az ég? Ne félj, Peppa, csak felhőbe értünk. Ó! Hű, újra látszik az ég. Hurrá! Légballon, légballon, nagyobb, mint a földcsahold. Magasan az égbolton repül a hőballon. Nézd, Maci, jó magasan repülünk. Peppa, vigyázz, el ne ejtsd. Maci, elejtettem Macit. Egyet se félj, Peppa, megmentjük. Mindenki kapaszkodjon. Leereszkedünk. Nyúl néni lejjebb ereszkedik, hogy megmentsék Macit.
Sehol nem látom Macit. Ott van! Fennakadt egy fán. Ezzel a horgonnyal el tudom kapni. Lassan, lassan. Ez az! Papa megmentette Macit. Maci! Hurrá! Ó, jaj, senki sem figyeli, hogy merre mennek. Vigyázat! Fa van előttünk! Kapaszkodjunk! Először Maci akadt fenn egy fán, most pedig mi akadtunk fenn. Papa Malac, tudja, hogy hol vagyunk? Hát... Eltévedtünk, igaz? Igen. Ó! Oh. Oh.